Nadi vagyok, és ebben a mai videóban aranycsillámos tojásokat fogok festeni. Már tavaly is csináltam tojásfestős videót, úgyhogy ha gondoljátok, akkor nézzétek meg azt is, berakom a linkét majd a leírásba is, meg itt fönt is meg fogjátok majd találni. Akkor kezdjük is el! Tojásfestéknek ezt a fajtát fogjuk használni. Kék, lila, rózsaszín és sárga tojásokat fogunk festeni. Az aranycsillámok pedig ebből a tojásfestékből vannak. És mint tavaly, most is fogunk kettő ilyen tojást festeni, ennek most nem hoztam ide a dobozát, de a tavalyi videómban már láthattátok. A tojásfestékeket meleg vízbe kell tenni, ezért mi már ide készítettük, mert így fog tudni majd felolvadni. Szükségünk lesz egy kesztyűre, ezt általában a dobozba bele szokták tenni, úgyhogy nem kell vennünk külön. Ezek ilyen nagyobb méretű kesztyűk, úgyhogy minden kezére jó. Én először sárga tojásokat fogok festeni, úgyhogy ennek most le fogom vágni a tetejét, hogy ki tudjon belőle jönni a festék. És ha ez megvan, akkor körülbelül 6 cseppet tegyünk a kezünkre, és utána kezdhetjük festeni a tojásokat. Ilyen lett az első tojás, és amelyik tojások készen vannak, azokat egy ilyen tojástartóba fogom beletenni, hogy meg tudjanak száradni. Minden színből 4 darab tojást fogok festeni, úgyhogy ha meg lesz a sárgából is a 4, akkor megtaláljátok a következő szín. Hogyha készen vagyunk az első színnel, akkor mossuk le a kesztyűt, vagy töröljük meg valamivel, és akkor utána jöhet a következő. És ebből is ugyanúgy körülbelül 6 cseppet kell cseppintenünk. Következőnek a kék tojásokat fogjuk megfesteni, úgyhogy ennél is ugyanúgy le kell vágni a tetejét, hogy tudjuk használni. Hát, hogy a kékből egy kicsit több kell majd. Ne legyen zöld. Most pedig jöhet az utolsó szín, a lila.
Tavaly már megtapasztaltuk, hogy ez a fólia úgy fog jól ráragadni a tojásokra, hogyha nem túl vizesek, de nem is szárazak még. Úgyhogy most már el is fogjuk kezdeni ezt rátenni a tojásokra. Az aranyfóliás tojásokkal elkészültünk, úgyhogy most pedig ezeket a matricákat fogjuk rátenni a maradék két tojásra. Fontos, hogy elég forró legyen a víz, mert ahogy mi is megtapasztaltuk, nekünk először ugye hideg volt és nem rándult össze a matrica. És akkor most beleteszem újra a vízbe. Készen vagyunk a tojásokkal, viszont három sárga tojásra nem raktam csillámot, úgyhogy azokra most fogok tenni majd ilyen matricát. Elkészültek a tojások, nekem a bordó és a lila tetszik a legjobban. Esetleg írjátok meg kommentben, hogy ti milyen tojásokat fogtok festeni húsvétre, és ne felejtsétek el lájkolni a videómat, és ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt is, hogy kapjatok értesítést. Várlak benneteket a következő videómban is!